Február 15-ig, vagyis a legfrissebb hírek szerint február 17-ig jelentkezthetnek felsőfokú oktatási intézményekbe a végzős középiskolás diákok. A tanulókat a Nyíregyházi Egyetem is várja, akik idén szeptemberben akár először induló képzésekre is jelentkezhetnek. Stúdiónk vendége a témával kapcsolatosan a Nyíregyházi Egyetem igazgatási és humánpolitikai központjának vezetője, Halkoni doktor Rudolf Éva. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Már is kezdjük az első Módosítással, amit itt hirtelen sikerült ö, ö, javítani, és hogy ebben az esztendőben most itt hirtelen egy módosítás történt az időpontban. Én úgy gondolom, ez nem jelent problémát, sőt, a diákoknak ez nagyon jó hír, számunkra is jó hír, hiszen úgy gondoljuk, hogy még akik gondolkodnak, még több idejük lesz arra, hogy eldöntsék, hogy a Nyíregyházi Egyetemre jelentkeznek-e vagy sem. Nos, hát én mindenkit biztatok arra, hogy jelentkezzen a Nyíregyházi Egyetemre. Nem győzzük elmondani, hogy a Nyiregyházi Egyetem egy nagyon szép 21. századi kampusszal várja az oda jelentkezőket, mindent megtalálnak a hallgatókot, minden infrastruktúrális igényük kielégítésre kerül, no de ezen túl magas színvonalú képzésben is részesülnek, patronáló tanári rendszert is tudunk biztosítani számukra, nappali és levelező munkarendben is hirdetünk képzéseket. Vannak új szakjaink is ebben az évben. Azt gondolom, hogy ez az időszak talán a felsőfokú oktatási intézmények életében talán a legizgalmasabbnak mondható. Hiszen uh, egy kicsit muszáj a jövőre uh, gondolni, a jövőbe tekinteni, és uh, valóban egy picit kampányolni saját maguk mellett. Úgy szoktuk mondani, amikor átadjuk tanévzáró ünnepségen az okleveleket, azt követően nekünk már megkezdődik a következő évi felvételi kampányunk. Látható, hogy ténylegesen már szeptembertől befordulunk az igazi kampányba. Ha az nem is látható még a média felületeken, de mi már megkeressük a középiskolákat, a tankerületeket, megkeressük a középiskolák felvételével foglalkozó pedagógusait, tehát ott vagyunk, valahol mindig ott vagyunk a tudatukban a középiskoláknak, a tanulóknak is, és természetesen aztán beindul a direkt kampány is, amikor megjelenünk a média felületeken, Részt veszünk az edukáció kiállításon Budapesten minden évben, ami egy nemzetközi oktatási szakkiállítás, és ugye megpróbálunk a saját médiafelületet is gyártani. Most például megjelent a Tükör című újságunk a Kelet-Magyarország című napilap mellékleteként, és ami nagyon fontos, ahol a fiatalokat el tudjuk érni, van Facebook oldalunk is, van Instagram oldalunk is, és arra kérünk mindenkit, hogy kísérjék figyelemmel. Annyira egyházi egyetemnek a honlapját, a www.enye.hu-t, hiszen ott minden információt megkapnak, no de a leghitelesebb információkat a felvi.hu-ról tudják beszerezni a hallgatók. Valóban mindig megpróbálunk megújulni. Nekünk a felvételi időszak, ez az év, ahogy mondtam, júniustól a következő év augusztusáig, és elt a szeptembertől augusztusig, hiszen nekünk a mostani általános felvételi rendel nem zárul le ez a munka, mert majd jön a pótfelvételés augusztus első napjaiban, és akkor is várunk mindenkit, akik esetleg kimaradtak a felvételiből, csak akkor ugye már önköltséges képzésre tudunk meghirdetni minden képzést. Mi is az új szakunk, új, de mégse új, mert korábban is volt testnevelő edzőszakunk. Most viszont meghirdetjük az edzőszakot úszás és labdarúgás specializációval. Itt egy gyakorlati felvétel is lesz, erre készüljenek, akik arra jelentkeznek. Szociálpedagógia mesterszakot tavaly hirdettük meg először, akkor még csak pútfelvételiben levelező munkarendben, most már nappali munkarendben is meghirdetjük. Figyeljenek nagyon azok, akik a repülőgép vezetői képzést célozták meg, mert ebben az évben repülő mérnöki alapszakként jelenik meg már a felvételi tájékoztatóban. Amikor új szakokról beszélünk, ejtünk szót, akkor ott azért azt egy komoly tervezési időszak előzheti meg, hogy mi várható, hogyha ezt a szakot egy intézmény, ugye egy oktatási intézmény bevállalja és elindítja, azt kezelni kell. Ezek piaci igényekre történő reagálások? Hogy nem. Ráadásul nekünk van egy intézményfejlesztési tervünk, amit a szenátus fogad el. Ez egy összehangolt munka, természetesen a fenntartó által megjelölt határok mentén kell haladnunk. Ebben kutatási, oktatási, fejlesztési, infrastruktúra és fejlesztési elemeket is meg kell fogalmazni, és itt jelennek meg azok a képzések, amiket újonnan szeretnénk bevezetni meghatározott határ napokkal, határ időkkel megjelenítve. Valóban erre egy komoly hatástanulmányt kell vizsgálni, megnézni azt, hogy milyenek a piaci igények rá. Eddig volt-e érdeklődés hasonló tudományterületen a jelentkezők számában, honnan érkeznek a jelentkezők, honnan várhatóak, milyen költségből tudunk kijönni, hogyha elindítjuk azt a képzést, milyen az a minimális csoportlétszám, amivel még az a képzés ugye olyan gazdaságosan viszonylag, tehát úgyhogy plusz ráfordítás nélkül is tudjuk végezni. Valóban ez egy nagyon összehangolt munka, és ezentúl be kell vinnünk a szenátusra, illetve ha szükséges, akkor a Magyar Akreditációs Bizottsághoz is be kell nyújtani. Ez egy nagyon komoly szakmai munkat és szakmai feladatot. Valóban, ahogy ön is mondta a szerkesztő, kihívást jelent az intézmény számára. Én gondolom, hogy más tekintetben is ugye folyamatosan úgymond valószínűség számításokat kell végezni, és a letisztult reális adatokat ugye ilyenkor összehasonlítjuk mindazzal, amit szerettünk volna, hogy megvalósuljon. Ugye ezt önöknek minden évben el kell végezni, meg kell tervezni legalább a következő oktatási évet. Mit lehet elmondani az elmúlt oktatási nevelési évekről. Mennyire voltak hasonlóak? Itt ugye közben történt egy főiskolából egyetemé válás. Tehát ez például kizökkentette az intézményt a, a kerékvágásból, a megszokott kerékvágásból. Valóban a mi életünkben ugye szervezeti formát életően 16. január 1 egy jelentős változás következett be, hiszen egyetemé váltunk, alkalmazott tudományok egyetemévé. Ezt muszáj hangsúlyozni, mert nem ugyanaz, mint a tudomány egyetemek. Túl nagy Radikális változást az intézmény életében ez nem hozott. De nem is számítottak rá, hogy ez most akkor a változás. Nem, nem is számíthatunk, hiszen tudtuk, hogy mit jelent ez jogállás tekintetében, mi az elvárás irányunkban, az, hogy esetleg adminisztratív feladatok tekintetében ez egy jelentős munkát jelentett, hiszen a logótervezéstől a szabályzatoknak az átolgozásáig meg kellett valósítanunk, hogy egy egyetemé váltunk. Ez egy másik rész. De a képzéseket, illetően ugye mentünk a magunk elképzelése irányába, természetesen igyekszünk új kutatási területeket is megcélozni széleskörű együttműködési megállapodásokkal biztosítani a szakmai gyakorlati helyeket, a duális képzési rendszernek a, a gyakorlati helyeit, illetve a kutatóhelyeket, ahol ugye kutató munka folyik. Tehát állandóan nyitott szemmel járunk, és, és próbálunk nyitni minden irányba, legyen ez civil szervezet, intézményhálózat, tankerület, folytathatnám, vagy nagy cégeket is mondhatnánk, hiszen közismert, hogy a Legóval nekünk milyen nagy léptékű fejlesztésünk volt, és milyen hatékony együttműködési megállapodásunk van. A visszaigazolások, a előző évi jelentkezési számok azt igazolták számunkra vissza hogy az elképzelésénk jók voltak. Tehát amiket új szakként indítottunk, amiket új szakként szerettünk volna bevezetni, azokra mindegyikre igen jelentős volt a felvételi jelentkezés, tehát a jelentkezőknek a száma, mondhatnék, amit mondtam, ezt a szociálpedagógia mesterszakot szakot is, azért tudjuk, hogy az óvópedagógus ismételten beindult, ugye Nyíregyházi Egyetemen, ami nagyon nagy hiányt fog pótolni ebben a térségben, és városunkban is, nagyon népszerű az óvodapedagógus szak, szak is bízunk abban, hiszen pontosan az edző, edző alapszakot ezeken a szakirányokon a piaci felmérések alapján terveztük be és indítjuk, mert tudjuk, hogy erre lesz most a leginkább szükség legalábbis az elkövetkezendő években, városunkban, illetve a térségben. A beszélgetés végén szeretném megkérdezni, hogy ugye van olyan szak, amit csak itt a Nyíregyházi Egyetemen érnek el? Hogy ne, hát mindig büszkén mondjuk az edukáció budapesti kiállításon, és nagyon büszkélkedtünk a is kis pilóta hallgatóinkkal, hiszen a most már, ahogy mondtam, repülő mérnöki alapképzési szakra jelentkezők, kuriózum az országban is, nagyon magas színvonalú képzést kapnak. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a vizerpilóták, többség a Nyíregyházi Egyetem ezen szakán végzett hallgatóiból kerül ki, természetesen ezt követően még egy megfelelő gyakorlati képzésen is részt kell venni, de hát büszkén mondhatjuk, hogy a képzésünk igen magas színvonalú, nem csak itt, hanem minden egyes más szakon is. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a Nyíregyházi Egyetemet, figyeljék a honlapot, figyeljék a pontszámításokat, és én a pontszámítások nem változtak a tavalyi évhez képest. Vannak ugyan olyan szakok, amiket ugye az emmi már előre meghatározza a minimum bekerülési ponthatárt az állami ösztöndíjas képzésben, ilyen mondjuk a gazdálkodási menedzmen, vagy a turizmus vendéglátószak, tehát nagyon alaposan és tüzetesen nézzék át a felvételi tájékoztatót. Nagyon szépen köszönöm, és akkor én még ide vigyeztem a beszélgetés végére, hogy február 17-ére módosult a jelentkezési határidő. Önnek köszönöm szépen, én hogy köszönöm elfogadta szépen. a meghívásunkat.